2004-ben játszottak legutóbb osztályozókat a Magyar Labdarúgó nba 1 ben A műfaj jelen van a horvát, szlovén, román, német, francia és olasz bajnokságban is. Például a szlovákok is bevezetik jövőre. Rájátszás és felsőház is van környékünkön bőségesen. A szezon versenyszervezési tanulságai és Szörösi György Nemzeti Sport főszerkesztővel. Szia Gyuri, jó reggelt kívánok! Jó Amikor az MLS döntött a 12 csapatos élvonalról, akkor ugye nyilván több alternatíva közül választották a jelenlegi rendszert. Bevált ez az út azzal, hogy a tabellán legalábbis nagyon izgalmas lett ez a szezon? Biztató ez a lebonyolítási rendszer, de rögtön előre bocsátanám azt, hogy jól lehet, nagyon sokszor vártuk már a megváltást az új szisztémától, azért a lényeg mégsem az, tehát a legfontosabb az, hogy milyen szín színvonalú meccsek zajlanak a pályán de persze nem baj az, hogyha a szervezéssel meg előrelátással segít erre a szövetség, ezért is, ezért is, szorgalmaztuk az osztályozó intézményének a visszahozatalát például, de a 12 csapatos mondjuk szűke vagy tömörebb mezőny is ezt a célt szolgálhatja. Itt a három meccs, tehát hogy összesen háromszor játszanak egymással a csapatok, ami óhatatlanul igazságtalanságot is pont ezt akarom hát, ez kérdezni, hibája, de, Pont ezt akarom kérdezni, hogy... Pont ezt akarom kérdezni, hogy mi indokolhatta -e ezt a 33 fordulót, az a szándék esetleg, hogy ne fáradjanak el a játékosok? Gondolva arra, hogy lehetne 44 is. Hát lehetne 44 is, talán úgy gondolták, hogy a 22 az túl kevés lenne, a 44 az túl sok lenne. Ne felejtsük el, hogy pár évvel ezelőtt még, még Liga -kupa, vagy hogy is hívták ezt a bajnokságot, talán, talán így. Volt az, így van, így van, így van. Ami szintén igénybe vette a csapatokat, bár nem vették túl komolyan, volt olyan csapat, amelyik B-csapattal játszott, volt, amelyiknek azért a, a, a kezdőcsapatból is szerepeltek játékosok. Tehát szerintem a, a legnagyobb erénye egy bajnoki rendszernek az állandóság, a kiszámíthatóság. Tehát, hogyha a szurkoló már, már, már a bajnokság kezdetén tudja, hogy a jól megszokott rendben körülbelül hány pontra lenne szükség, körülbelül mire lehet számítani. Ebből a szempontból katasztrófa az, hogy hogy amióta az eszünket tudjuk újra és újra átszervezik a, a bajnokságot. Tudjuk régen az volt a sláger, hogy a szovjet típusú tavaszi-őszi, vagy pedig a őszi-tavaszi rendszerben játszunk, többször oda-vissza át kellett állni. És aztán a 16 csapatos NB1 az egy viszonylag stabil és sokáig működő intézmény volt, és szerintem egy jó intézmény volt, és talán eljutunk oda, hogy lesz, lesz megint 16 valamire való élvonalbeli csapat Magyarországon. Szerintem Szerintem az volt közel az ideálishoz, rögtön hozzátéve azt, hogy ott viszont, hogy hogy kellően izgalmas legyen a dolog az utolsó kettő kiesése mellett, a hátulról a harmadik és a negyedik, tehát további két csapat osztályozója lehet az. Ez, ez megint csak egy nagyon sokáig és egészen jól működő rendszer volt lehet az a rendszer, ami, ami hosszú távon talán életképes lehet. Mindjárt beszélünk még az osztályozó szokásáról és intézményéről, maradva még ez a 33 vagy 44-nél. Hogyha a nemzetközi élvonalat nézzük, akkor ott azért a csapatok különféle terhelés együtt simán megjátszák az 50 mérkőzést egy szezonba, hogy ez sok-e vagy kevés. Bódok Tamás a német futballkultúrából hazatérve, azt a magyar nemzetnek adott interjúban azt mondja, hogy fizikai gyorsasági lemaradás van szerint. Hogyha számottevőbb szerepet szeretnénk játszani nemzetközi Gondol, akkor elkerülhetetlen lenne a, a nagyobb meccsszám és a terhelés? Erről mit gondolsz? Én szerintem érdemes erről gondolkodni már csak azért is, mert a legnagyobb problémája a magyar futballkluboknak a nemzetközi versenyképtelenség jelen pillanatban. És azt látjuk, hogy ezen a területen viszont összevetve a nemzetközi vonallal egy, egy egészen extrém, ö ö hogy is mondjam, kihívás elé állítja a rendszer a magyar csapatokat, hiszen Alig, hogy vége van a úgynevezett tavaszi szezonnak. Szinte pihenő nélkül, vagy nagyon kevés pihenővel el kell kezdeni ezeket a bizonyos előelő -elő selejtezőket, amelyeknek a lejátszására nem kényszerülnek azok a csapatok, amelyek alanyi jogon főtáblások, vagy legalábbis később kapcsolódhatnak be a selejtezőkbe. És, és mintha, mintha, noha tudjuk, hogy hogy ránk ez a feladat, mintha évről évre váratlan, megpróbáltatások elé állítaná ez a magyar csapatokat, az átigazolásokat tekintve is, tehát hogy... Igen, hogy formaidőzítés. Most is azt lehet, Meg... át, hogy a Honvéd ugyan bajnok lett, de már nincs edzője, a videóton megy a nemzetközi kupában, de ott is átrendeződés van, de nem, nem akarom ezeket a példákat kiragadni, hiszen hosszú évekre visszamenően lehet azt látni, hogy az a csapat, amelyik mondjuk márciusban vagy áprilisban úgymond csúcsformában van, és ennek köszönhetően megnyeri a bajnokságot, mire elérkeznek a nemzetközi selejtezők, addigra összekuszálódik a dolga, a legjobbak elmennek, vagy éppen uh, edzőváltás van, és így tovább. Tehát, tehát, szerintem érdemes ezt az egészet végig gondolni. Nagyon sokat beszéltünk ugye arról, hogy, hogy nagyon hosszú a tél Magyarországon, tehát hogyha fűthető talajú pályák és megfelelően komfortos nézőterek vannak, akkor, akkor ott kéne többet játszani igazából. Tehát a, a mérkőzés számot uh, lehetőleg nem úgy kéne növelni, hogy a, a most végig futbolozott időszakban még többet játszani hanem hogy, hanem az időszak időszakot hogy, hogy, nevelni, igen, amíg Igen, tehát hogy, hogy, például a tél nem maradjon ki. És na most, ez, és na az most ez... is vonatkozik persze, mert, nem, mert, mert ez hihetetlen lemaradást jelent hosszú távon, hogyha, hogyha sokáig nem tudnak futballozni a gyerekek, tehát nem csak, a, nem csak az élvonalban probléma ez. Na most ez a bizonyos osztályozó, amit javasoltatok, javasoltál a labban. Mik a nemzetközi tapasztalatok? Szóval most, hogyha most azt veszik, hogy 12 csapatos a bajnokság, és most ne bolygassák meg egy-két évig, mi az adekvát nemzetközi tapasztalat, ami most levonható a Magyar Bajnokságra nézve. Tehát most jelen formájában is az biztos, hogy még izgalmasabbá tudná tenni a bajnokságot, hogyha a két utolsó kieső mellett az előtte lévő kettő is veszélybe kerülne. Igen, mert akkor az azt jelenti, hogy egyébként a, a tehát mondjuk a hátulról az 5., 6., 7. csapat is veszélyben van, tehát végig feszült a, a, bajnokság. Ugyanakkor azt, azt mondjuk el anélkül, hogy bármit el szeretnénk kiabálni, hogy, hogy, hogy egy nagyon szomorú és nagyon régóta tartó trend talán-talán, mint hogyha megfordulni látszana. Gianni Sándor meglehetősen fanyar humorral talán két évvel ezelőtt azt mondta, hogy sikerült megállítani a nézőszám csökkenését az nb 1 ben hiszen elfogytak a nézők, nem tud tovább csökkenni, ami persze némi túlzás volt, de hát jellemezte a rendkívül szomorú helyzetet. Most, ha nagyon enyh enyhén is, azt hiszem átlagban fordulóként százzal, de ebben a bajnokságban és az előző bajnokságban is már emelkedett a nézőszám, és hogyha azt nézzük, hogy olyan csapatok, mint a mint a Diósgyőr, amelynek hagyományosan sok szurkolója van, vagy a Haladás, amelynek hagyományosan sok szurkolója van, új stadionban ö, folytathatja majd hamarosan a... Ö, a felújított, megújult vagy újjáépült stadionjában folytathatja a játékot, akkor van azért remény arra, hogy még tovább No, Noha, sajnos a Debrecennél voltak ezt tekintetben negatív tapasztalatok. Igen, de talán ott is most, mint hogyha már fölfelé menne a nézőszám. Ugye Debrecen ilyen szempontból azért is speciális eset, mert miközben a régi mondhatjuk, talán nem setődnek meg lepusztult stadionjukban sorra nyerték a bajnokságokat, és egymás után érkeztek a nagy nemzetközi csapatok Debrecenbe, ahhoz képest most, amikor fantasztikus stadionjuk van... Vergődés az ékszerdomozban. Ne, igen, nehezen jutnak el a, a nemzetközi porondra, de hát nyilván ennek sok, sokféle oka van, és nyilván azon igyekeznek, hogy, hogy visszakerüljenek arra a szintre amikor elhatározták, hogy ilyen nagy stadionra lesz szükségük. Tehát azt, azt gondolom, hogy, hogy talán, talán megfordult a trend, és a lebonyolításnak is köszönhetően, e, meg talán szerencsés más körülményeknek is köszönhetően végignyílt volt a bajnokság, tehát tényleg olyan élményeket éltek át a szurkok, amit nagyon régóta nem. Kispesten Teltház ünnepelte a bajnoki címet, a, a Diós Győr még úgy is, hogy <coughs> albérletben játszott, megtöltöttem, mondjuk a mezőkövesdi stadiont, Kiesés ellen küzdve is lehetne még néhány ilyen, ilyen hasonló példát sorolni. Az osztályozóval meg az a helyzet, hogy, hogy ma már rájöttek arra, hogy ezek, ezek a típusú meccsek, amelyeknek nagyon nagy a tétje, sokszor sokkal izgalmasabbak és sokkal több szurkolót, pénzt, televíziónézőt mozgatnak meg, mint egy-egy évközi bajnoki. Ezért van az, hogy az UEFA bajnokok ligájában például az, az úgynevezett play-off meccs a rájátszás, a, a, a főtáblára kerülésről döntő meccsre, talán eltelt legalább tíz év a Bajnokok Ligája történetéből, vagy, vagy talán még több is, de rájött az UEFA, hogy azt érdemes bekapcsolni a központi, <coughs> uh, tehát a magában a Bajnokok Ligája rendszerben, ahol a, a marketing jogok központi értékesítése zajlik, hiszen egy-egy play-off mérkőzés a Bajnokok Ligájában több pénzt hoz, több nézőt. Mint egy csoport, mint egy csoport nem olyan izgalmas. ami már esetleg nem olyan izgalmas. Konkrét számot nem tudok mondani, de kiszámolták azt is, hogy, a, hogy az a meccs, ami a, a, ami a legtöbb pénzről dönt, az a, az a angol másodosztály, vagyis a Championship-ben a rájátszásban az utolsó feljutásról döntő mérkőzés ez több pénzről dönt, mint egy bajnokok ligája döntő, vagy egy világbajnoki döntő, hiszen aki bekerül hát a Premier League-be, az, az, az Azonnantól kezdve egészen más ö, mértékű televíziós jogdíjat és, és, és egyéb pénzeket kap. Tehát ezek, ezeknek igenis van létjogosultsága, ugye különböző országban különböző módon bonyolítják ezeket le, de hát Angliában ez egy kultikus dolog, a Wembley-ben dől el, hogy ki az, aki, aki még feljuthat, az automatikusan feljutók mellett, és szerintem egy, egy hagyunk ki, hogyha Na most Tehát itt van élete például élete ugye a 33 forduló miatt az a megoldás, hogy azon a pontszám esetén a több győzelem számít, ugye ez a videótól a Honvéd között volt egy érdekes kérdés az utolsó mérkőzésig, hiszen ugye ez azt az igazságtalanságot küszöbölné ki, hogy nem, te nem, nem egyenlő számú az otthoni meg, a, meg az idegenbeli mérkőzés egymás ellen. Viszont nem volna jobb éppen ezért, amit mondasz ilyenkor is egyenlő pontszámnál egy sorsdöntő plusz mérkőzést rendezni? Erre is van példa, tehát emlékszünk rá, azt hiszem Belgiumban uh, volt pár évvel ezelőtt, amikor Juhász Roland, az Anderlechtnél játszott, Bölöni László pedig a Standard Diez edzője volt, hogy, hogy ha pont egyenlőség lesz a végén, akkor lesz egy ilyen extra uh, rájátszás. Biztos, hogy egy ilyen meccs uh, megint csak uh, sok nézőt vonzana, tehát érdemes rajta gondolkodni itt is. De biztos, hogy olyan is lenne, aki, akinek az a megoldás nem tetszene, ugye ez is egy nehéz kérdés, most az egymás elleni eredmények számítsanak, de valóban, ha, ha az egyik csapat kétszer játszhatott otthon, és egyszer idegenben, akkor az nem igazságos. Szerintem kísérletezni nem érdemes, hanem a nemzetközi példákat jól megvizsgálva utána olyan döntéseket hozni, amit utána sokáig nem kell megváltoztatni. Igen, köszönöm szépen. A végére értünk. Az a lényege, hogy az lenne, hogyha eljutnánk, egyetértek 16 csapatos MV1, abban legyen osztályozó, persze megfelelő anyagi háttérrel és játékerővel. Reméljük, Egyébként hogy, ocs, hogy még, még ezzel ide de, a Superkupa kérdése is egy hasonló kérdés. Szinte érdektelenségbe fulladt némely években korábban. Olyan is volt, hogyha ugyanaz a csapat nyeri a bajnokságot, mint a kupát, mint például tavaly, akkor nincs értelme igazából Superkupa mérkőzésről ö, beszélni. El is döntött az MLS, hogy nem lesz. Azt hiszem, hogy az idén sem lesz. Viszont, ö, viszont ha, ha, ilyen hangulatú meccsek vannak, mint amilyen most a kupa döntő volt például, ami már hasonlított egy, egy igazi nagy, nagy döntőre, két nagy szurkolótábor volt, jó hangulat volt, öf, öf, feszült mérkőzés. Tehát ha ilyen, ilyen hangulatú meccsekre lehet ismét számítani, akkor például érdemes a Superkupa mérkőzésre is elgondolkodni, mert ha belegondolunk, akkor most például egy Ferencváros Honvéd meccs, én szerintem megtölteni a stadiont. Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál.